Köszöntöm Önöket, mai vendégünk Dobos László úr, Karcagváros polgármestere. Szeretettel köszöntöm stúdiónkban, örülök, hogy elfogadta meghívásunkat. Köszönöm a lehetőséget, én is sok szeretettel köszöntöm Önt is, és a kedves televízió nézőket is. Polgármester úr, nagyon aktuális ez a mai beszélgetésünk, hiszen az elmúlt hetekben számtalan fontos esemény történt városunkban. Most itt az interjú előtt próbáltuk összeszedni ezeket, de annyi volt, hogy gyakorlatilag attól félek, hogy valamit esetleg kihagyunk majd a sorból. Június 14-én átadásra került az erdei futópálya. Polgármester úr, hogyan értékeli ezt a rendezvényt, és miben rejlik ennek a sportpályának az erőssége, miért fontosak az ilyen létesítmények? Valóban nagyon-nagyon sok esemény történt városunkban az utóbbi hetekben, és hát végtelenül örülök, hogy ennek jó része pozitív kicsengésű. Szinte minden pénteken adtunk át valamilyen sporttal kapcsolatos objektumot. Így igaz, 14-én került átadásra az erdélyi futópálya. 5 millió forint értékben került kialakításra egy új szakasz. Azt tudjuk nagyon jól, hogy volt egy régi kör, amit nagyon-nagyon sokan látogattak nagy-nagy előszeretettel, és hát úgy gondoltuk, hogy mindenképpen kell egy másik rész is, ahova még többen tudnak kijönni, tehát duplázódik az a távolság, amit meg lehet tenni, vagy feleződik az a közönség, aki használja a futópályát. A NEFAK segítségével sikerült kialakítani nem csak magát a pályát, hanem különböző táblákat sikerült elhelyezni, amivel gyakorlatilag az ott élő állatfajokat, növényfajokat is meg lehet ismertetni az oda kilátogatókkal, szerintem nagyon-nagyon hasznos. Én elárulom akkor, nem tudom, hogy beszélgettünk-e már erről, én nem vagyok egy nagy sportember, de az idén tavasszal én kedvet kaptam ahhoz, hogy kipróbáljam ezt az erdei futópályát, én nagyon meg vagyok elégedve. Polgármester úr, milyen visszajelzéseket kapott az új pályával, illetve a nagy pályával kapcsolatban? Mindenki azt mondta, hogy öröm az, hogy bővült a lehetőség. Hát végül is az eredeti pálya az kb. 1 km hosszúságú. Nyilvánvalóan, akik szeretnek futni, szívesen járnak oda ki, azoknak egy plusz öröm, hogy nem mindig ugyanazon a pályán tudnak sportolni, hanem változik a bővült a lehetőség, és egy nagyon szép erdőrészletben került kialakításra az új pályaszakasz, úgyhogy mindenki dicsérte eddig, ráadásul sikerült a talajt is hánccsal megszórni, így a sportolás, a futás ott lényegesen egészségesebb, ízület kímélő, mint eddig volt. Egy hét múlva rá erre a rendezvényre, 21-én átadták az Akácliget strandfürdőt. Polgármester úrral többször voltunk bejáráson, láttuk az egyes munkafolyamatokat, az egyes munkafázisokat, most összeállt, milyen lett, hogyan látja, hogyan értékeli. Nagy-nagy figyelemmel kísértük a építkezést végestelen végig, örülünk, hogy elkészült, és úgy gondolom, hogy és a visszajelzésekből is ez szűrődik ki, hogy örülnek a karcagiak is annak, hogy egy nagyon szép objektummal gazdagodott a településünk. Tulajdonképpen hosszú évtizedek óta ez a legnagyobb beruházás, önkormányzati beruházás Karcagon, kivéve talán a kórház beruházásait, de mindenképpen egy olyan, amire odafigyelt mindenki, mindenkit érdekelt, az abszolút természetes, hiszen az emberek mindig is szívesen jártak ki az úgynevezett kisfürdőbe, kiváló gyógyvízzel találkozhatnak ott, és hát egy megújult, nagyon szép új épületben, fedett épületben lehet most már sportolni. Nagyon nagy előnye, hogy természetesen bővült is, megújult az úszoda, 25 méteres hosszúságú lett, itt versenyeket lehet rendezni, ez szabvány méret. Tanúszoda került kialakításra, két olyan medence, ahol lazítani, pihenni lehet, de szauna van, jacuzzi van, infra, ez micsoda? Bocsánat. Infraszauna. Infraszauna, szolárium, stb. Minden rendelkezésére áll az oda kilátogatóknak. Természetesen megújult a gyógyvízű két medence is, az is élményelemekkel gazdagodott, és hát ami szintén fontos, hogy a gyógymedence és a főépület az egy felett nyaktaggal
lett összekötve, így a zord téli időben is kényelmesen meg lehet közelíteni a gyógyvízű medencét. Polgármester úrnak mi a kedvenc része, ahogy így végig tekintette? Mi az, ami a legjobban tetszik? Hát a főépület mindenképpen, és ez azért, mert ott egyben található minden, és szerintem ez így helyes, hogy nincsenek elkülönítve a medencék, mert hogyha a család megy ki, vagy családok mennek ki, ami a fő cél természetesen, ott a fiatalabbak, az idősebbek is megtalálják a saját maguk szórakozását elősegítő medencét, vagy azt a pontot, ahol szívesen pihennek, szívesen töltik az idejüket. Nagyon tetszetős, hogy nem változtak a jegyárak sem, tehát a karcagi lakosok ugyanannyiért tudnak bemenni fürdeni, mint mondjuk addig, amíg a felújítás volt, egy medence volt, vagy esetleg a régi fürdő működött, és mégis most szerintem egy gyönyörű fürdőben lehet majd eltölteni a napokat, a meleg napokat. Hát ez célunk is volt természetesen, hogy miután a karcagiaknak építettük ezt elsősorban ezt a strandot, hogy ne kelljen komolyabban a zsebbe nyúlni ahhoz, hogy ezt a szolgáltatást igénybe tudják venni. A jegyárakon nem nagyon szerettünk volna változtatni, vagy nem szerettük volna semmiképpen olyan mértékben megemelni, ami elriasztaná a vendégeket. Tehát még egyszer mondom, elsősorban ez a karcagiaknak épült, idősebbeknek, fiatalabbaknak, a pihenni vágyóknak, az úszni tudóknak, az úszni, megtanulni vágyóknak, és a korábbi évekkel ellentétben olyan konstrukciót is összeállítottunk, jegykonstrukciókat, ami szerintem még kedvezőbbé teszi az odalátogatóknak a belépési lehetőségét. A strandfürdő átadása után azonnal kezdődött egy következő rendezvény a Diriné Kulturális Központban, a csapatsportok képviselőit köszöntötték. Hát ez is egy örömteli pillanat volt természetesen. Tényleg örülök annak, hogy Karcagon a sportélet rendkívüli módon fejlődik, és nagyon szép eredményeket érnek el a szakosztályaink, mondhatnám kivétel nélkül. Azon a napon a csapatsportágban nagyon előkelő országos területi eredményeket elérő csapatokat értékeltünk, és adtuk át az érmeket. Körülbelül 2,5 óra hosszáig tartott, ez is mutatja, hogy rendkívül sok csapatot lehetett díjazni, ez mindenképpen egy örömteli dolog, és hát a legfiatalabbak U7-esek voltak, ez azt jelenti, hogy 7 éven aluliak, tehát mutatja azt, hogy az utánpótlás bőven megvan. És öregbítik városunk hírnevét, bármere is járnak ezek a csöpségek is. 22-én, ezen a hétvégén volt egy demonstráció Karcagon, amit az egyik ellenzéki párt szervezett. Igazából Karcagváros közbiztonsági helyzete miatt demonstráltak a városban. Polgármester úr, hogyan értékeli, szükség van-e a városunkban ilyen és ehhez hasonló megmozdulásokra, demonstrációkra? Ha jól tudom, és gondolom, hogy így van, polgármester úr szinte napi kapcsolatban áll rendőrkapitány úrral, és tájékoztatja önt mindig az aktuális helyzetről. Hogyan látja, milyen ma a helyzet Karcagon? Ez pontosan így van, kapitány úrral napi kapcsolatban vagyunk, ha bármilyen esemény történik, oda-vissza értesítjük, tájékoztatjuk egymást. A közbiztonság helyzetéről gyakorlatilag mindent tudok. Az természetes dolog, hogy egy 100%-osan tiszta települést nem lehet közbiztonság szempontjából létrehozni, hiszen mindig voltak, vannak és sajnos lesznek is olyanok, akik a törvény szabályait nem tartják be. Sajnálok minden olyan embert, aki valamilyen atrocitás ér, meglopják, inzultálják, megverik, bármilyen formájú atrocitást mélyen elítélek, és azt szeretném, hogyha az elkövetők mindig meg is lennének, és el is nyernék méltó büntetésüket. Ezzel együtt azt kell, hogy mondjam, hogy semmiképpen nem tartom az ismert statisztikák és a tények fényében különösebben fertőzöttnek Karcag városát, semmiképpen nem tartom fertőzöttebbnek, mint bármelyik környező települést.
Ezért volt meglepő számomra, hogy egy civil megmozdulásnak álcázott párt demonstrációval találkozhattunk ezen a szombati napon. Meggyőződésem, hogy ennek itt semmi helye nem volt, nem is értettem vele egyet. Természetesen a törvény lehetőséget biztosít a demonstrálásra, hiszen szabad országban élünk, elmondhatja mindenki a véleményét, de úgy éreztem, hogy ez egy bizonyos fajta provokáció inkább, különösebb cél nélkül. Illetve a cél inkább az volt, hogy a párt maga fölhívja a figyelmet saját magára, és a helyi párt képviselői, városi képviselői megmutathassák magukat. Tehát egy ilyen öncélú politikai haszonszerzés volt ennek, véleményem szerint a célja semmi egyéb. Ráadásul félő volt, hogy ez a demonstráció egy ellendemonstrációt, egy hullámot indít el, amire aztán végképp semmi szüksége nem lenne a karcagiaknak. A karcagiak egyébként sem alul híresek, hogy más vidékről, településekről ideérkező, itt felvonuló embereket nézzenek, azoknak a véleményére hallgassanak, a karcagiaknak megvan a saját véleményük, a saját akaratuk. Tudnilik, a demonstrálóknak a 90% az Borsodból, Szabolcsból, Hajdúból érkezett. Június 28-án a Birkafőző Fesztivál kezdőnapján, ha lehet így mondani, akkor 4 esemény volt egészen pontosan. Már reggel megindult a nagy üzem, hiszen a Városháza dísztermében átadták a rekultivált szeméttelepeket. Mi ennek a jelentősége? Nagyon-nagyon fontos végponthoz érkeztünk. Egy projektzáróval kezdtük azt a napot. A Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás 4 településén 5 darab régi, elhagyatott szemétlerakót rekultiváltak az elmúlt időszakban. Ennek a költsége 1,3 milliárd forintra rugott. Nagyon fontos volt ez, hiszen a karcagi régi szeméttelepet is mindenki ismerhette, áldatlan állapotok uralkodtak ott, azon túl, hogy a korábbi évtizedekben odahordott szemetet sok esetben fújta a szél, ott büdös volt, mindenféle rákcsálóval lehetett találkozni. Azon túl folyamatosan töltötték is újabb szeméttel, illegális úton, módon az emberek ezt a területet. Tehát mindenképpen valami megoldást kellett találni, rekultiválni kellett, és ez megtörtént. Én úgy gondolom, hogy ezt a területet innentől kezdődően, hogyha a növényzet is megerősödik, sok mindenféle célra föl lehet használni, de ha nem is használjuk, akkor is a környezetvédelemnek, az egészséges életmódnak, egyáltalán a szemnek is nagyon sokat segítettünk. Délután aznap megkezdődött a Birkafőző Fesztivál a DATE Kutatóintézetének a konferenciájával, amelyet szintén a Városházán rendeztek meg. Milyen volt ez a rendezvény? Számomra nagyon érdekes. Nekem jutott az a megtisztelő szerep, hogy megnyissam a konferenciát. Nagyon sok érdekes előadást hallhattunk. Köszönet a Kutatóintézet igazgatóúrának és munkatársainak. Szépen levezényelt, megkomponált konferenciáról volt szó. A Birkafőző Fesztiválnak az is a célja, hogy a kulináris élvezeteken túl nyilván egy hagyományőrzés foglalkozó része is legyen, de legyen egy olyan része is, ami a jutenyésztése hívja fel a figyelmet, és ezen a konferencián ez volt a fő téma. Nagyon sok új információval gazdagodtam, meggazdagodhattak azok, akik ezt a konferenciát programként választották. Külön köszönöm dr. Csízi István úrnak az előadását, aki ízes magyar, sőt mondhatnám karcagi kiejtéssel taglalta a merino fajtának a különböző tenyésztési lehetőségeit, egyáltalán a történetét, nagyon élvezetes volt számomra. A konferencia után
átmehettünk egy másik helyszínre, a Sportcsarnok udvarán átadásra került a Kondi Park vagy felnőtt játszótér. Mi is ez pontosan, polgármester úr? Nagyon hasznos időtöltés, nagyon hasznos mozgás lehetőséget biztosítanak ezek az eszközök. Erőfejlesztő eszközökről van szó, szabadtéren elhelyezett erőfejlesztő eszközökről. Ezek olyan képek, amit tulajdonképpen bárki használhat korra, nemre való tekintet nélkül. Ami a legfontosabb, a saját súlyával kell, hogy dolgozzon mindenki, így ez egy egészséges erőfejlesztés, nem tudja magát egyszerűen túlterhelni. A gépek maguk azok olyan módon vannak kialakítva, hogy időtállóak, tehát a év minden szakában lehet használni. Az elsődleges cél az volt, hogy miután a sportcsarnokot látogatják naponta a legtöbben, lehetőséget biztosítsunk egy-egy ilyen kis szabad külön testmozgásra is. Nyilvánvalóan a szakosztályoknak is megvan az az edzési időszakuk, amikor az erőfejlesztésen van a főhangsúly. Ők is tudják használni, de hogyha csak a szülők használják, miközben a gyermekük esetleg éppen foci edzésen, vagy kosár edzésen, vagy egyéb más edzésen van, akkor sem döntöttünk rosszul. Akkor is. Mindenképpen meg fogja érni, igen. Ezen a napon ugye elkezdődött a Birka Főző Fesztivál, és délután estig tartó koncertekkel. A másnap reggel kezdetét vette a főzőverseny, annak fényében indult ez a Birka Főző Fesztivál, hogy május 30-án a Hungarikum Bizottság Karcagon tartotta a kihelyezett ülését, és a karcagi birka pörkölt Hungarikum lett. Hát köszönjük szépen a Hungarikum Bizottságnak, hogy a birka pörköltet beemelte a hungarikumok közé, nyilvánvalóan külön köszönet illeti dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter urat, ő a bizottság elnöke, és nyilvánvalóan ő szem előtt tartotta ezt a gyönyörű ételt, de szerintem nem méltatlanul. Biztos vagyok abban, hogy ha bármelyik karcagit megkérdezzük, hogy egyetérte azzal, hogy Hungarikum lett a birkapörkölt, biztosan azt fogja mondani, hogy igen, mert ez valóban egy olyan kis tájegységre jellemző étel, ami nem található meg az ország más területén. Mi sem bizonyítja jobban a hírességét, hogy a Folklife Fesztiválon, amit az Egyesült Államokban tartottak meg, tudomásom szerint most lett vége a hétvégén, pontosan egy karcagi család képviselte Magyarországot, és természetesen a birka pörköltöt főzték ott az Egyesült Államokban a Folklife Fesztiválra kilátogatók számára. A csontos család képviselte karcagot, nagyon büszkék is vagyunk rájuk természetesen, és arra is, hogy a birka pörkölt kikerült, és ezzel büszkélkedett Karcag, ezzel büszkélkedett Magyarország a többi magyar híresség népművészeti érték mellett. Visszatérve a Birkafőző Fesztiválra, természetesen az, hogy Hungarikummal lett nyilvánítva a birkapörkölt, ez egy plusz lökést és érezhető plusz érdeklődést biztosította a fesztivál számára. Meg is tapasztalhattuk, szerintem ilyen óriási lélekszám még nem gyűlt össze a Birkafőző Fesztiválon, még jelenleg is folynak a számítások, de kb. 13 ezer ember látogatott ki a szombati napon a rendezvényre. Ez rekord. Rekordnak tűnik. Én úgy gondolom, hogy egyre inkább azzal kell megbarátkozzunk, hogy minél többen és többen érkeznek hozzánk, aminek természetesen örülünk, hiszen nagyon sok célja van ennek a Birkafőző Fesztiválnak, többek között egy turisztikai célja is, minél többen látogassanak el az ország és a világ minden részéről városunkba, ismerjék meg ezt az ételt, ezen kívül más ételeket is, ismerjék meg a hagyományainkat, népművészetünket, értékeinket, találkozzanak az igazi karcagi kun emberekkel, és vigyék a jó hírünket. Ma az egyik ismerősöm mondta, hogy egy kanadai házaspárral találkozott, tehát egészen messziről is ellátogatnak ide erre a rendezvényre. Még tudom, hogy nem volt meg a hivatalos értékelője ennek a rendezvénynek, de polgármester úr, hogyan értékeli ezt a rendezvényt, hogyan látja, mennyire volt ez sikeres? Ugye azt tudjuk, hogy a látogatottsága nagyon magas volt. Én úgy gondolom, és ezt miniszter úr, dr. Fazekas Sándor miniszter úr mondta, hogy a legszervezettebb
fesztiválok közé lehet sorolni az idei fesztiválunkat. Köszönet illeti azt a sok száz embert, akik dolgoztak azért, hogy ez így legyen. A teljesség igénye nélkül hagyd mondjam, hogy a Dériné Művelődési Otthon igazgatója, munkatársai, a hivatal munkatársai, a városgondokság szakemberei, a Karcagi Birkafőző Egyesület tagjai, a Magyar Nóta és Dal Alapítvány elnöke és az egyesület tagjai, és a végtelenségig lehetne sorolni, hogy ki mindenki dolgozott azon. Nem is gondolják ám sokan, hogy több száz ember dolgozik egy ilyen rendezvényen. Inkább közelít az 1000-hez, mint az 500-hoz, tehát valóban nagyon-nagyon sokan dolgoznak azért, hogy ez a rendezvényen sikeres legyen. Mindenre gondolni kell, a logisztikát intézni kell, engedélyek kellenek, a legkülönbözőbb építményeket kell összerakni, utána természetesen szétszedni. Nagyon nagy előnynek láttam azt, hogy most egy teljesen új és nagy sátorral bővült a tér, ami alá be lehetett rakni a sörpadokat, sörasztalokat. Öröm volt látni, amint olyan dél körül ez a körülbelül 800 ezer főt befogadó sátor dugig volt, és ott az emberek miközben ették a finom birkapörköltet, beszélgethettek, figyelhették a színpadon zajló műsort, tehát ez egy kiváló ötlet volt, szerintem jövőre hasonlóképpen kell megszervezni, megrendezni. Esetleg, hogyha nem tudom, hogy bennem most így fölmerült a kérdés, hogyha ugye ez egyre híresebb ez a rendezvény, lassan szerintem már ott tartunk, hogy nem is kell meghirdetni, mert mindenki várja, hogy a következő évben ismét jöhessen, hogy kell-e valamit ezen majd átszervezni? Hogyan látja így a történtek után, vagy a fesztivál után, polgármester úr, hogy mekkora ennek a területnek a befogadó képessége? Tehát, hogy lehet esetleg a főzőhelyeket még kifele utcákra tolni, vagy hogyan lehet ezt megoldani, hogy lassan itt már 20 ezer ember fog megfordulni nálunk? Hát évről ha évre, így haladunk. Évről évre egyre többen jönnek, de a 20 ezeret azért még szerintem soká fogjuk elérni. Mindig attól féltünk, hogy ez a tér kicsi, és majd 3 év múlva, 5 év múlva ki fogjuk nőni, és bebizonyította az élet, hogy nem. Még mindig lehet bővíteni természetesen a főzőhelyeknek a számát a Calvin úti árok lefedésével lehet növelni, ott legalább egy plusz 30 főzőhelyet még ki lehet alakítani. Ezeken természetesen gondolkozunk, azon semmiképpen nem, hogy erről a területről nagyobb távolságra mondjuk a Lógerbe vigyük ki a rendezvényt, hiszen itt rendelkezésre áll minden olyan logisztika, minden olyan infrastruktúra, amire szükség van. Kár lenne innen elmozdítani, hiszen az emberek és a visszatérő vendégek már ezt a területet szokták meg. A nyár következő nagy rendezvénye az augusztus 20-a, pontosabban a nagykunsági kulturális napok. Hány napos lesz ez az idén, polgármester úr, és mit lehet róla tudnunk? 4 napos lesz a rendezvény, ez is egy nagy rendezvénye a városnak, hagyományosan is visszatérően. Az igazság az, hogy tulajdonképpen az egyiket még le se zártuk, még nem is értékeltük, de már elkezdődik a 20-ai rendezvénysorozatnak, illetve elkezdődött ennek a rendezvénysorozatnak az előkészítő munkafázisa. Ez így van rendjén, az idő telik, szépen haladni kell. 4 napra tervezzük, és mind a 4 napnak más lesz a stílusa, ami egy különleges pikantériát fog adni annak a rendezvénynek, amellett, hogy természetesen a hagyományos Szent István napi motívumokat, illetve a kenyérhez kapcsolódó, az új kenyérhez kapcsolódó eseményeket beépítjük a programba. Erről is majd tájékoztatást fogunk adni a kedves nézőknek. A városban zajlanak munkahelyteremtő beruházások. Ezekkel kapcsolatban van-e valami új információ? Mindenképpen örömteli, hogyha valaki a 4-esen Debrecen felé halad a Gyarmati úti kereszteződéstől, akkor láthatja, hogy rohamléptekben épül, alakul az a bizonyos üzem, ahova valóban várjuk majd azt a körülbelül 150-170 dolgozót a évvége felé a kezdődő próbaüzemtől, ami
hamarosan megkezdi a működését, és hát ez egy nagyon-nagyon jó dolog. Az első olyan üzem, ami itt komoly, nagyon komoly létszámot fog felszippantani azok közül, az emberek közül, akik már régóta szeretnének munkahelyhez jutni, akiknek nagyon nagy szükségük van arra, hogy munkahelyhez jussanak, és tulajdonképpen azt a réteget fogja segíteni, akik kevésbé képzettek. Polgármester úr, itt a nyár, itt a pihenés ideje. Önnek jut-e majd erre egy picike idő? Az igazság az, hogy még a családommal csak nagyon-nagyon a tervezés előszobájában tartunk. Itt még munka van, addig, amíg nem tudom zárni azokat a részeket, eseményeket, ami az utóbbi időben megtörtént. El kell varni a szálakat, elő kell készíteni a következő programokat, addig gondolni se igazán tudok a pihenésre, a szabadságra, de remélem, hogy jut idő erre is, mert egy kicsikét kell azért regenerálódni, frissülni, és hát ilyenkor van a legnagyobb lehetőség erre, amikor jó idő van, hosszúak a nappalok, lehet menni kirándulni, nyilvánvalóan én is szeretnék eljutni a családommal ide vagy oda, de még mondom, nagyon a tervezési fázis elején tartunk. Hogyha jut egy pici ideje, akkor jó pihenést kívánunk önnek a nyárra, és visszavárjuk majd egy következő interjúra. Köszönöm szépen, hogy itt volt nálunk. Köszönöm a lehetőséget, és én is mindenkinek nagyon-nagyon jó pihenést, kikapcsolódást kívánok a nyári szünetre. Köszönjük szépen, kedves nézőink, már a megköszönöm figyelmüket.